Kísérletünkben a jód oldódását fogjuk megvizsgálni különböző oldószerekben. Ehhez felhasznált eszközeink. Kémcsőtartó állvány, 3 darab kémcsővel. Egy dugó, üvegdugó. Felhasznált anyagok. Jód. Benzin. 96%-os etilalkohol és desztillált víz. A 3 kémcsőben jód kristályokat teszünk. Pár szem egy granulált jódot, ez fémes szürke színű, kis gömböcskék. Ezután pedig hozzárakjuk az oldószereket. Első lépésben desztillált vizet, körülbelül olyan 2-3 újnyi mennyisége. A következőhöz 96%-os etilalkoholt öntünk, szintén próbálkozunk 2-3 újnyi mennyiséget önteni. És harmadikként pedig benzint. Ezután a kémcsövek tartalmát összerázzuk. És megfigyelhető, hogy a benzinben a jód lilás színnel oldódik, kiválóan oldódik. Az etilalkohollal, ha összerázom, akkor látható, hogy barna színnel oldódik, és az oldódás szintén kiváló. Ha vízbe tettük a jódot, akkor látható, hogy első látásra nem tűnik, mintha oldódna. Ezért, hogy segítsük egy picit az oldódást, amennyiben lehetséges, egy gumidugóval lezárjuk a kémcső száját, és erőteljesen összerántjuk. És az erőteljes összerázás után megfigyelhető, hogy nagyon enyhe sárga színű elváltozást tapasztalunk, tehát a jód minimálisan, de oldódik vízben. A kísérlet folytatásaként a jód vizes oldatát rétegezzük az egyes oldatokra. Először etilalkoholhoz öntjük, ezután pedig a sebbenzinhez feloldott jódoldathoz, megint csak összerázzuk a kémcsövek tartalmát, nagyon enyhén rázogatjuk. És ezután megfigyeljük a változásokat. Látható, hogy amikor a jód vizes oldatát hozzáöntöttük a etilalkohol jódos oldatához, akkor a víz és az alkohol is oldódott egymástól, nem látok határfelületeket a két rendszer között, tehát megállapítható, hogy az etilalkohol és a víz jól oldódik egymásban, és a jódot is föloldotta. Amikor sebbenzinre öntöttük ugyanezt a jód vizes oldatot, és összeráztuk, akkor az összerázás után megfigyelhetjük, hogy a vizes fázis helyezkedik el alul,
Fölötte pedig találhatom a benzint, amiben a jót kiválóan oldódott. Tehát itt a két rendszer elkülönült egymástól, megállapítható, hogy a víz és a benzin nem oldódik egymásban, és a benzin a víz tetején fog úszni, és a jód a vizes oldatból átkerült a benzines fázisba, halványodott az eredeti oldathoz képest a színnek. Tehát összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az anyagok oldódási elve a hasonló a hasonlóban. A vízben a jód rosszul oldódik, etilalkoholban és benzinben kiválóan oldódik. A víz etilalkoholban szintén kiválóan oldódik, viszont a benzint nem oldja. Köszönöm a figyelmet!